A KTH-ba utolsó hazai meccsének az Ozár Mislányt fogadta. Az első helyzetet 10 percet kellett várni, ekkor Gá robbant be egy beadásra, azonban mellé lőtte azt. A 26. percig csordogált a meccs, majd kicsit a semmiből jött Kozics hatalmas bombája, melyre megmozdulni sem tudott Mészáros, a vendégek vezetést szereztek. Nem őrizték ezt sokáig, alig 3 perccel később Konstantinescu készítette el a labdát Nagynak, aki kapásból a bal felsőbe bombázott. A félidő innentől a miénk volt, a 37. percben Károly szabadrúgását már szinte mindenki bent látta, de végül mellé ment. A 44. percben a vendégek előtt is adódott egy szansz a pontrúgás után, de a fejes fölé szállt. A második félidőt rosszul kezdtük, egy feliveléstől nem voltunk határozottak, Hampuk szépen fordult le emberéről, majd Zicserben már nem hibázott. A második félidőben sorra jöttek a kecskeméti helyzetek, az 53. percben Jakab lövését tolta ki Somogyi, majd az 58. percben Puskás beadása után csak egy picit maradt le Nagy, illetve egy picit volt hosszú számára a beadás. A 62. percben Jakab tekert Tóth elé, aki kapásból a jobb felső mellé lőtt. A 80. percben Károly fejelt, Somogyi ismét védett, majd a 89. percben Gábor borított mellé, ami az utolsó lehetőségünk volt. Az utolsó körben Iváncsán lépünk pályára, kezdés vasárnap 18 órakor.